Bő 2 hónapig is tarthat a helyreállítás a Dunakanyarban, a Nagymaros és Szob közötti vasútvonalon, mert a tegnapi viharban sár és kőlavina zúdult a sinekre. Addig pótlóbuszokkal és pótlóhajókkal lehet közlekedni, igaz, a buszok sem használhatják egy szakaszon lent a Dunaparton a 12-es számú utat, mert azt is le kellett zárni. A Dombóvár és Pécs közötti út is hetekre zárva maradhat, mert ott egy kisebb hidat vitt el a víz. Ma is voltak heves zivatarok többfelé, sőt, most is dörög villámlik itt-ott. Markolóval, lapáttal takarítják a sarat a Tolna megyei kapos szekcsőn. Mindent beborított az iszap, vastagon áll az udvarokban és a házakban. De van, ahol még víz is van, seprik ki a szobákból. Feláztak a falak, ennek a családnak szinte mindene oda lett. Hatalmas mennyiségű eső zúdult le, fél méter magasan hömpölygött a víz. Minden veszélybe volt, fölburogatva minden, az úszott itt az udvaron, 60 centis, ott néztük a teraszon, felálltunk a padra. Egyszerűen nem tudtunk mit csinálni, hogy most mi legyen. Az árkok még most is tele vannak vízzel, elmosott, amit ért. A főút egy szakasza járhatatlanná vált, beszakadt az aszfalt, ezért le kellett zárni, csak kerülő úttal lehet eljutni Dombóvára. Újra kell építeni alatta az áteresztő rendszert, a helyreállítás ezért hetekig tart majd. Ahogy a romok felszámolása is a településen, súlyos károk keletkeztek, több ház lakhatatlanná vált. Ilyen még nem volt a településen, tehát gyakorlatilag akik 30 éve itt tűzoltók, azt mondták, hogy ilyet nem láttak még. Az ipari park az teljesen vízben állt éjjel, most már kiszivattyúzták, most már a cégek talán kijönnek a vízből, de ott is iszapálsárál a nyergesító rájuk ment. Utána ugye bent itt a lakóknál, ott is bennáll 3-4 ház lakhatatlan lett, nekik próbálunk bérlakást rendelkezésükre bocsájtani. Tolna megye több települését is elöntötte az ár. A kapos folyó és patakok léptek ki a medrükből. Víz alá kerültek a környező szántóföldek is. Viharok tépázzák folyamatosan az országot. 2 nap alatt 200 helyre riasztották a tűzoltókat. A legtöbb bejelentés a fővárosból, Pest, Baranya és Tolna megyéből érkezett. A nagy mennyiségű, hirtelen lezúduló eső utakat, pincéket, garázsokat, alaksori helyiségeket öntött el. Özönvíz zúdult Kiskunmajsa térségére is. Harka kötőnél kidőlt egy csaknem 20 méteres fa és teljesen eltorlaszolta az utat. Darabokra kellett fűrészelni, addig mindkét irányban állt a forgalom. Sárlavina zúdult a 12-es számú főútra Zebegénynél, ezért lezárták, már második napja takarítják. Erről a Magyar Közút egy videót is készített. Több markoló is dolgozik folyamatosan, hogy minél előbb újraindulhasson a forgalom, de addig kerülő úton kell közlekedni. A vasútvonal sincs jobb állapotban, iszap és kőtörmelék borította be. Nem látni a sínt, 10 000 köbméter üledék és hordalék került rá. A MÁV drónfelvételei látszik, hogy mekkora pusztítást hagyott maga után a sárfolyam. Több helyen volt hegyomlás, 1700 méteren teljesen megsemmisült a vasúti pálya. A vonatok Szob és Nagymaros között nem járnak, legkorábban augusztusban indulhat meg egy vágányon a forgalom. Addig buszok és hajók szállítják az utasokat. A vonatpótló buszok mellett a Dunán vonatpótló hajók közlekednek. Egyébként 30-35 perces a menetidejük, mert hogy Nagymaros Visegrád kikötőnél és Zebegény kikötőnél állnak meg ezek a hajók. A vonatokra szóló menetjegyek, igazolások is jók, a hajókra felszállhatnak így is az utasok. A hétvégén az előrejelzések szerint már csak helyenként fordulhatnak elő zivatarok az országban, de a katasztrófavédelem azt kéri, viharos szélben senki ne parkoljon fa alá, és ne hajtson bele az elöntött utcákon a mély vízbe. Ha pedig leszakadt vezetéket vagy bajba jutott embereket látnak, hívják a 112-es segélyhívót. Tudósítunk Cserei Judit továbbra, és a Dunakanyarban van, Zebegény közelében, a Duna bal partján, onnan jelentkezik. Mutasd meg, kérlek, hogy így, ez egyébként szép naplementében, hogy néz ki a környék? Egyrészt a vasútvonal, másrészt a főút.
Szervusz, jó estét kívánok! Hát sajnos nincs jó hírem, mert ahogy az anyagban is hallhattuk, itt bizony 10 000 köbméternyi sár és kőlavina van. Egyébként szemléltetni is tudjuk, hogy mekkora a sártenger, hogyha ezt a botot beleteszem a sártengerbe, akkor bizony jól látszik, hogy több mint 10 cm vastag. Gyakorlatilag ez az egyik legkritikusabb szakasz itt a dömösi átkelésnél. Több hatalmas hordalékkupac is van, több száz kilós sziklákkal és hatalmas fákkal. Úgyhogy itt ez, ahogy elhangzott, augusztus közepéig nem fog helyreállni. A 12-es számú főúton is hasonló a helyzet, rengeteg az iszap, annak ellenére nagyon sokat dolgoztak, ma is a közútmunkatársai, teljes útzár van, azon dolgoznak a szakemberek, hogy napokon belül meg tudják nyitni legalább félpályán az autósoknak a forgalmat. Judit, nem értek egy dolgot. Itt 2 éve ugyanezt történt. Akkor támfalat is építettek, vagy erősítettek, vagy egy kicsit arrébb vagytok? Vagy megint ott jött le a sárlavina, ahol 2 évvel ezelőtt is nyáron? Támfalat erősítettek, és ez pontosan így van egyébként, hogy 2020. június 17-én a napra is emlékszem, ugyanez volt a helyzet. Egyébként, ahol mi most állunk, ugyanez a szakasz akkor is érintve volt, és úgy tudom, hogy most egy hosszabb szakasz érintett, és több ponton is kritikus a helyzet, pedig hónapokig dolgoztak akkor is a szakemberek, ez ugye most sem lesz másként. Itt a támfal mögötti területet nagyon sokszor kitakarították, megerősítették a rézsűt, a töltést, úgyhogy azt gondolom, ez nem csak nekünk, de egyébként a szakembereknek is komoly fertőzést jelenthet, hogy a jövőben hogyan lehetne az ilyen is ehhez hasonló eseteket elkerülni. Az Alpokban ilyenkor nem csak támfal szokott, hanem be is fedik az egyik oldalát, és akkor nem tud a sínekre zúdulni a kő meg a sár. Nagyon szépen köszönjük, hogy jelentkeztél!